Sziasztok! Bodza témában is hoztam receptet nektek. A bodza nem egy ismeretlen növény a konyha világában. Nagyon régóta használják az íze, illata, aromája miatt élelmiszeriparban is, ízesítő, aromatizáló anyagként. De hát a gyógyászatban is, a népi gyógyászatban is ott szerepel az egész növény. A növények minden része használható gyógyászati célból. A virágot elsősorban izzasztó teakeverékekben szokták használni, illetve felső légúti problémák esetén köhögéscsillapító, hurutoldó hatású. Érdekesség, hogy például a kérge, a bodzafa kérge, az féregűző hatású. Na de most félre a férgekkel. A bodzavirágból én most nem szörpöt fogok készíteni, ez már annyira közismert, mindenki tudja, hogy hogyan kell, sőt nem is pongyolába fogom kisütni, mint ahogy ezt szokták mondani, a palacsinta tésztába való kisütést, hanem túrógombócot fogom elmondani, hogy mit is és hogyan is kell csinálni. Szokásos módon elkészítjük a túrógombócot, és amikor ezzel készen vagyunk, és még nedves a gombócok felülete, akkor frissiben bele kell forgatni a lecsipegetett bodzavirágba ezeket a gombóckákat. Na hát ez nem egy olyan kis könnyű feladat, eléggé ragaszkodnak ezek a virágok a helyükhöz. Javaslom, hogy erre a célra egy olyan, és hát olyan virágokat, virágtányérokat válogassunk a bokron, amik már túl vannak azon, hogy, tehát, hogy minden bimbó kinyílott már, és már teljes virágzásban van. Mert ilyenkor, hogyha így megrázzuk, próbálom így mutatni, ha megrázzuk, megcsipkedjük a virágtányért, akkor magától hullanak ezek a kis virágocskák a tányérunkba. Most ettől a kis gombócok nagyon szépek, mutatósak lesznek, hogy így bele vannak forgatva a virágokba, viszont íze, illata nem annyira lesz jelentős. Akkor, hogyha szeretnénk, hogy nem csak a látvány legyen szép, hanem a bodzának az íze is benne legyen az ételünkbe, javaslom, hogy a tejföl, amit ugye hozzá kínálunk, bodzaszörppel legyen megédesítve, ne porcukorral. Hát jó étvágyat kívánok, remélem elkészítitek, a videó végén pedig megmutatom a végeredményt. Sziasztok!